Nem egyszer fordult már elő, hogy a nyáron Kaposvárról érkező Nagy Riárd, a Paksi FC középpályása, aki általában a második félidőben kap csereként lehetőséget, új szint, új lendületet ad csapatának irányító középpályásként. A Zalaegerszeg elleni 1-1-re végződött mérkőzésen a PFC második félidejű feljavulásában elvitathatatlan érdemei voltak a kicsiként becézett Ricsinek, aki most is tanárian szervezte ezúttal is a játékot, érvényesítve cselezőkészségét. Többször előfordult, hogy nyilván kezdőjátékos volt, és a végére valahogy mindig úgy elfogyott. Az a tapasztalatom vele kapcsolatban, hogyha frissen csinálja, amit csinál, akkor az neki is, meg a csapatnak is sokkal jobb. Így hasznosabb. Felvetődik a kérdés, miért nem kap kezdőként helyet a csapatban, mint az őszi idényben többször is előfordult. A koronavírus okozta karanténban szakállat növesztő Paksi vezetőedző Bognár György a tőle megszokott, érdekesen sejtelmes választ adott a mérkőzés után erre a kérdésre. A válaszból az is feltételezhető, erőléti problémával küzd a játékos, ám Bognár György szerint nincs erről szó. Ez rendesen sérülés elkerüli, teljesen rendben van. Ez egy személyes tapasztalatom nekem. Nyilván pár hónap után, fél év után kezdtem úgy képbe kerülni a játékosokkal, és a Ricsivel kapcsolatban ez a tapasztalatom, hogy lendületet tud adni a csapatnak, a meccset a végén kell megnyerni, nem az első fél időben. Igaz, a Paks sokszor a második fél időben fordította meg a meccseket, vagy mentett pontokat, mint legutóbb az ETE ellen. Bognár György már ülhetett volna a kispadon egyébként, hiszen eltiltása lejárt, mégis mindenkitől távol, a lelátóról egészen fönt a kakasülőről követte az eseményeket. Vajon miért? Onnan jobban látok, meg távol vagyok a mindentől. Minden bizonnyal a játékvezetőkre, elsősorban a közvetlen közelében lévő mindent látó tartalékbírókra gondolhatott a PFC vezetőedzője, akikkel az utóbbi időben rendszeresen konfliktusba került. És most önkritikusan úgy látja, eljött a cselekvő önfegyelmezés ideje a csapat érdekében.